Már dolgozik a markológép a bátaszéki ipari park kialakításán, csak néhány kép a legújabb Tolna megyei projekt indulásáról. Különböző fejlesztési irányok mentén 146 olyan program valósulhat meg a következő időszakban, amit a Tolna megyének szánt 27,5 milliárd forintból finanszíroznak. Ezek egy része már el is készült, a java azonban még most jön. A források több mint 90%-át már lekötötték, mondta Fehérvári Tamás Szálkán a Tolna megyei önkormányzat sajtótalálkozóján. Már több településen átadtunk különböző létesítményeket, különböző fejlesztések zajlanak, hihetetlen jó fog kinézni a történet, és valószínűleg ez a fejlesztés sorozat, ez a megye gazdasági életében, sőt az emberek életében is pozitív változást hozhat, lehetőségeket bővít, munkahelyeket teremt, pénzt hoz a megyébe. A fejlesztési program nem a nagyvárosokra fókuszál, hanem inkább a kisebb településekre. Bölcsödék, óvodák, háziorvosi rendelők újulnak meg, sok helyen pedig ezek mellett a helyi gazdaságot is erősítik. Nem titkolt szándék elérni, hogy mindenki a lakóhelyén boldogulhasson. Ezek apró lépések lesznek, nagyon-nagyon hosszú az út, és nagyon-nagyon sok ellenhatás érvényesül a mai világban ennek a tervnek a megvalósítása mentén. Küzdünk azért, hogy megmaradjon minden érték itt Tolna megyébe, sőt, számos érték hazakerüljön Tolna megyébe, és Tolna megyei értékeket tudjunk továbbra is fejleszteni, és a Tolna megyében élő embereknek a jó érzést, a kellemes közeget, a jó lakhelyet biztosítani. A mostani programok 2020-ig szólnak, a vidékfejlesztés a jövőben kormányzati szinten is folytatódik a Magyar Falu programmal.